Más. Igen, most már ordibálhatok. Szóval igen. Szóval ez egy NES 30 Game Controller. Egy Nintendo Entertainment System. És az van ráírva, hogy működik iOS, Mac, működik Android, Windows és Bluetooth. Tehát működik Bluetooth-on, a legjobb rendszer. Nem, tehát a lényeg az, hogy ez Bluetooth-os elméletileg, és nem tudom, hogy működik iOS-en. Igazából azt se tudtam, hogy Apple cuccokhoz lehet kontrollert hozzá rakni. De Amazonos cucc egyébként, azt hiszem 20 font volt, 30 font, valahogy így, szállítással együtt voltán annyi. Nézzük meg. Én régóta szerettem volna egy ilyet. Itt elvág, és itt elvág. Most nincs itt a bajonet, mert még minden be van dobozolva. Itt a kontroller. Itt ez tök jó. Csak ki tudnám venni a helyéről. Ujjaj! Ez így hogy működik, kérem szépen? Aha! És itt a kontroller. És jár hozzá egy ilyen... Mi ez? Aha! Nézd! Figyelj! Tehát van így a kontroller. Ezt le lehet róla szedni. Meglepődtem, hogy rajta van. És akkor itt tényleg olyan, mint egy NES-es kontroller. Egy az egybe. Csak nem két gombos, hanem négy gombos. Főleg egyébként, hogy fordítva tartom, de attól függetlenül két ilyen gomb is van rajta, ami nagyon jó, én annak nagyon örülök. És ez mi a franc? Megvan! Erre rakod rá a telefonodat, érted? Tehát megfogod, rárakod a telefont, és akkor úgy tudod nyomkodni, közben nézel a telefont, ez baromi jó. Szóval így néz ki a... Vagy mondjuk baromi jó minőségűnek tűnik. Tök jók rajta a gombok. Tiszta eredeti feeling. Jó. Nézzük, mi van még tovább a dobozban. Van még nekünk... 8 bitdu NES 30 Gamepad. Aha, itt van, hogy kell setupolni, azt mondod? Az kell is nekünk. Aha, jó. Ezt mindjárt meglessük, van még benne egy ilyen zacskó is. Kibontunk, és van benne két kisebb zacskó. Az egyik, ez egy USB kábel lesz. Ez valami jó az a csomagolás egyébként. Kis frakokba, tök jól elrendezve. Egy kis USB kábel. Ilyen mikro USB véggel. És egy, ez mi a franc lehet? Ez egy kulcstartó. Egy NES-es kulcstartó. Tök jó. Aranyos. Az iOS eszközeimen nincsen ilyen játék, ami NES fut. Fémből van. Beszarsz. Ez tényleg fém. De tök jó. Nem hosszú az USB kábel, tehát hogy így olyan gépen, ami nincs Bluetooth. Hát nem is rövid amúgy. Rövidebbre számítottam. Tehát mit tudom én a gépházattól, hogyha ott van melletted, akkor elég az öledik. És akkor így beledugod, és mehet is a gém. Nagyon kíváncsi vagyok. Nézzük már egy setupot, hogy kell ezt. Csak az a baj, hogy én ezt így nem látom. Aha, hát ez full kínai. Thank you for buying. Köszönöm szépen, nagyon szívesen. Fast startup. Ha, nézd. Annyira durva, hogy nem találja a fókuszt. Figyelj már, tehát így fogom tartani a lapot, akkor legyen így a fókusz, jó? Úgy. Na, szóval világít. Hát és ezt most én setupoljam fel. Na várjál. De durva, hallod? Oda van írva, azt figyeld. Need jailbreak. A nem tudom, hogy mi az a... Emu touch screen. A fingom sincs mi, de azt írja, hogy az jailbreak-kel beszarsz. De durva.
meg root androidon. Jó, basszus, hát ez sokkal bonyolultabb, mint én ezt gondoltam. Ennek annak kéne a neve lennie, hogy a kontrollernek a neve, várjál. Próbáljuk. Aha. Az a baj, hogy az iPad-en nincs semmi olyan játék, ami azt szerintem tudná... Hogy várjál? Na, ellentétben, PC-n, ahol zseniálisan működik. iOS-en nem tudtam működésre bírni, de itt igen. Úgyhogy PC-n működik, igazából ez a lényeg, meg erre használnám, főleg emulátorokra, meg ilyesmire. Úgyhogy nagyon király ez a kontroller, nagyon jó az anyagfelhasználat, nagyon kényelmes, jók a gombok rajta, nagyon király. Úgyhogy ez egy tök jó kontroller, igazából... Mondom, pont ide erre a kábel, még talán hosszabb is. Ez pont tökéletes, úgyhogy... Úgyhogy szépé-szöpé! Sokkal személyesebb, hogyha egy olyan országban jössz, ahol magyarul beszélnek. Ez mondjuk az csak az én véleményem. Szóval az történt, hogy...